srácok, illetve lányokként Domi vagyok, és a mai videóban elérkeztünk, elhoztam nektek a legújabb Formlife-os videót. Ha nem láttátok még az előző videót, akkor elmondom, hogy mint látjátok, itt az asztal, ugyanis vettem egy gépet, már nem, megnézem mennyi forint volt ez a gép, de mondjuk nem is baj, nem is kérdés, hogy mennyi forint volt, mert maradt 89.000, tehát nem vitás. Jézusom, 3000-be került. Hát akkor meg jó, hogy megvettem. Hát dolgozásra elég fontos, majd megnézem, hogy egy telefon az mennyibe kerül. Meg kamera. Mennyibe kerül? Jaj, nincs annyim. Nincs annyim forintom, kontroller, az sincs annyi telefon, távirányító nem kell, nincs tévén, mobil, na, 300 forint, ide jó lesz. 88 000 elpazaroltam, de nem baj. Így. Hú, Jézusom, srácok, ide nézzetek, de fullos a setup, már csak egy székkel, majd már szerintem azért nem állva szeretnénk majd dolgozni. Na de akkor szerintem, ahogy látom, srácok, no way, ezt nem hiszitek el, 50 000 forintos rendelés. Tudjátok ti, az mennyi? 88 meg 50. Skacok? Jaj, ne! 64 érmém van, és 65 érmébe kerül, hogy nem hiszem el, 65 érmébe kerül, hogy el tudjak menni hozzá. Hát úgy tudom, nekem kell kitakarítani a házat, és ő adja a pénzt. Fel vagyok háborodva, skacok. 65 érmét kell adnom, hogy tudja kapni 40-50 000. Ez milyen munka, bocsánat. Elég rossz. Hát akkor most egy jó pár ideig nem fogok menni dolgozni, mert nem bírok. 4 érmém van. Hát... ezt megszívtam, skacok. Nincsen kés a, nincsen kész a fürdőszoba se, semmim nincsen még. Ám, hát ezt megkaptam. Nem tudok venni. Nem baj, akkor keresek széket, gamer széket. Hát van BMX roller. Ha lehet, akkor majd veszek egy BMX rollert, meg egy gördeszkát. Na, nagyon menő cuccok vannak, de nekem nem óvodás széke, hanem gamer. Napszemüveg. Csak srácok, azt nem tudom, hogy hol van a székplánc. Az nem az. Paint. Itt van a office. Itt van. Jézusom, van egy Noob 2 Pro-s kék gamer szék, de lehet váltani. Na jó! Na jó, gyűjtöm a pénzt, és ebből veszek. Hú, ez nagyon fúlos. Jó, ez fajn, fajn. Kuka, az nem kell, nem szoktam szemetelni. Mondjuk kéne már munkába menni, tehát légy szíves, valami jó munkát adj, mert kéne munkába menni. Jó, 6000-es munkába megyek. Na, take out trash. Takaríts ki a szemeteket, azt jelenti.
Take out trashből 13 van. Így, né. Szépen felszippantom a szemeteket. Hát ennél a néninél tegnap este buli volt, ahogy látom, mert tele van minden kóla pizzás dobozokkal, tehát... Oké. El kell adnom 200-ért ezt. Jézusom! Skacok, ez a néni mindent el akar adni a házából. Lehet, hogy költ. Hát, skacok, ahogy látom, költözik már. Mindent elad, tehát a órájától elkezdve a hűtőt, mindent elad. Halljátok, és én a őt utcaiból meggazdagodok. 90 ezerem van a őt utcaiból. Jó, ezt már tudom, hogy ez a nő költözik. $91,000. Hát kiürítettük a konyháját, az fix. Átmegyek mopra. Clean dirt. Jaj, clean dirt. Mit jelent, várjatok, skacok? Clean dirt. Törölt fel a szemeteket, a koszt, meg van olyan, hogy clean window. A takaríts meg az ablakot. Ja, tényleg, de koszos. Na, skacok, közben angol szavak eszembe jutottak. Oké, nagyon szép lesz. Ez a kis ház. És kacok, ha már tetszik a videó, akkor csapassatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, Costa Jovira, mert neki is meglett a 400 feliratkozó. Nekem, én meg nagyon szépen köszönöm nektek, skacok, a 611 feliratkozót. Nagyon jó fejek vagytok, hogy ennyi ideig néztétek a videóimat, és hogy képesek voltatok, hogyha lettek új tartalmak, ti akkor is vettétek fel a fejeteket, és mondtátok, hogy végre Costa Domi kirakott egy új videót. Hát én nagyon boldog vagyok, hogy ezt láttam, hogy így néztétek, és hogy írtatok bátran kommenteket. Jézus! Jézus Március! Hát... Jó, srácok, itt most a kommentben majd írni fogjátok, hogy miért mondom, hogy Jézus, nem én akartam elvállalni a munkát, akkor most bírjam el a szemetet. Jó, értem, de azért ilyen koszosnak nem kéne lennie. Így, take out trash, clean window. Értem. Skacok, azért töltsétek le a House Flippert, mert azért jó, mert konkrétabban valamennyire amúgy, hát részben meg is tanulhatok benne angolul. Mert nézzétek, mert itt vannak lent a feladatok, és meg tudjátok tanulni, hogy mit jelent a clean dirt. Jaj! Feltakarítom a koszt, igen. És akkor eszetekbe jut, hogy a kosztakarítás, a clean dirt, a clean window. Window, takaríts meg az ablakot. Tehát
Azért jó, részben azért is jó, mert meg tudsz benne tanulni, meg tudod tanulni, hogy a nagyvilágban hogyan takarítsod ki a szobádat, az egész házat, úgyhogy nagyon jó. Így. Kilencvenkettő ezer. Kiürítem ezt az egész szobát. Oksi. Miért kell vennem dubből? Így. Becsavarozom, és kész is volnánk. Ebből is kell egy fincsi dubl. Úgy, ezeket becsavarozom. Úgy látszik, most már értek mindenhez. Hello House Flippernek. No, itt akkor már nem kell semmi, ahogy gondolom. Jó, itt meg kell vennem pasztolt, plesztort, na. Plesztorral meg mindent fel, minden lyukacsot fel kell töltenem. Lehet, hogy kettő plesztort kellett volna venni, mert ennek a néninek annyi lyuk van a házában, hogy tényleg lehet, hogy igazán van, még a végén lehet, hogy kettő plasztort kellett volna vennem. Sőt, biztos. Ja, nem. Orange. Play orange. Le kell festenem a falat. Milyen színre várjatok? Peel orange, orange-ra. Így. Ilyen szép kis barnásra. Szerintem én veszek belőle még egyet, sőt, ezt lefestem, és veszek belőle még egyet, mert 100% hogy nem lesz elég, mert nézzétek, ekkora falra biztos, hogy nem lesz elég, mert már volt valamilyen, hogy én vettem egyet fölöslegesen, hogy aztán vettem még egyet. Tehát most nem játszanak az eszemmel. Tehát most nem játszanak az eszemmel, hanem vettem kettőt, lefalazom és béke. Így. Akkor a fa hármat kellett volna vennem. Orange. Vagyis hát nem narancssárga, mert orange az narancssárga, de egy picit ilyen barnás, tehát nem tudom, ilyen narancsbarnás. De attól függ szép. Attól még szép.
Csak nem narancs, hanem ilyen barnás, azért az a neve szerintem, hogy Pale Orange. Jaj. Hát nem, hát srácok, imádkozzatok, hogy elég lesz, mert több pénzt nem akarok költeni festékes dobozra. Réci, drukkoljatok, hogy Domi, elég lesz, mondjuk elég lesz. Reméljük, reméljük. Így, ja, te bőven elég. Így kész volnánk. És így. Jó, oly. A plafont le kell festeni fehérre. Skacok! Léci, gyűjjön össze az 1000 feliratkozó, mert ha nagyon szeretitek a Popitot, mondjuk láttam is, hogy nagyon sokan írtátok a videóhoz, hogy Popit, 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 úgyhogy ha nagyon szeretitek a Popitot, de van nektek, vagy ha van nektek és nagyon szeretnétek, akkor is, ha nincs nektek és nagyon szeretnétek, akkor is gyűjjön össze az 1000 feliratkozó, mert jön a Popit nyeremény sorsolás. Aki nem tudna, nem lenne vele tisztában, mert nem mondtam el esetleg sokat a videóba, annak elmondom, meg aki nem látta a videót, annak is feltétlenül elmondom, hogy egy, nézzétek meg a Popint kibontós videót, mert a nagy kereket, Among Us-t, meg a sast fogjuk kisorsolni, ezt a hármat fogjuk kisorsolni. Úgyhogy, ha szeretnétek Popitot, gyertek, majd. És. Skacok, közben döntöttem. Jövő vasárnap lesz a sorsolás. Popit sorsolás. Úgyhogy azonnal gyertek majd oda, és kacok, tudjátok, mit akarok én csinálni? Nem tudom, hát nem tudom, ezt majd írjátok le a House Flipper videó alá, hogy élőadás legyen, mert én amúgy tervezgettem, hogy egy pár órás vagy pár perces Popit sorsolás élőadás lesz. Igen, én amúgy nagyon szeretném, úgyhogy léci, a véleményeteket várom komiba. Mi a véleményetek, hogy szeretnétek, vagy csak simán videó legyen, mert videót is simán meg tudok csinálni, nem azért, mert jaj, most minek csináljunk videót, ha ott az élőadás, nem. Videót is nektek nagyon szívesen gyártok. Srácok, tudjátok, amit ti szeretnétek, én azt gyártom. Azért kérdeztem, azért mondtam, hogy írjátok be le kommentbe, hogy mit szeretnétek. Mert én olyan tartalmat gyártok, ami nekem tetszik, meg ami a nézőimnek tetszik. Így.
Jó. Oksi. Így né. Diát. Becsavarozom. Mindjárt kész lesz amúgy a munka. Így. Ezzel kész is volnánk a szellőzővel, és akkor még ez az egy lámpa kapcsoló lesz. Ezt becsavarozom, így né, így, 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 így. Oksi, és ezzel meg is van. Ezzel meg is vagyunk, és akkor itt lesz még egy ilyen duplás szellőző. Azt mondja, hogy így, csavar, 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 csavar. Voilà! Fenomenális. Fenomenális lett. Igen. Szemetet kitakarítom, mert csúnya. Juskacok! Fú, se látszok, kicsit megcsúszott a videó. Ezt még befejezem, és akkor vége, 22 percnél tartunk. Bocs is, srácok, de kicsit elhúzott. Elhúzódott. Majd nézzétek a videót. Skacok! Bejelentés. Jön majd a, hát igen, nekem ez egy pici ciki, de nem baj. El fogom táncolni, nem tudom, menjen ismétek a, bemétek a szítát, ami egy zöld ilyen üllény, aki egy táncot nyom, hogy bemétek a szítát, áj, áj. Ezt fogom majd én eltáncolni. Úgyhogy majd nézzétek a videót. Úgy hívják, hogy Dance Challenge. Ezt fogom majd én végigvinni, de amúgy, ha nem sikerül ez a Dance Challenge, akkor nyilván elveszítettem, és akkor valami rossz dolgot kell csinálnom. Ezt találtuk ki, hogy ha elveszítem, és nagyon rossz lesz, nagyon gáz lesz a Dance Challenge, automatikusan elveszítem, és valami nagyon rossz dolgot kell csinálnom. Úgyhogy igyekszem a legjobban megcsinálni, és én leszek az első Dance Challenge-be, próbálok én lenni. Elhiszitek, hogy ez az utolsó feladat van? Oh man. Így. Na de akkor köszönöm szépen, hogyha megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Én Domi voltam, sziasztok!